egy régi új pálya átadására került sor Balatonfűzfőn. Valamikor a 60-as években kapott aszfaltburkolatot ez a sporttér, ami az utóbbi évekre teljesen tönkrement. Most úgynevezett rekordtámborítást kapott. Ez leegyszerűsítve egy helyszínen kiöntött gumiborítás, ami kiváló a sportoláshoz, hisz elnyeli az ütődéseket és ruganyosságával segíti a futást. Az önkormányzat pályázat útján nyert a Magyar Labdarúgó Szövetségtől 24 millió forintot, ezt egészítették ki 4,7 millió forinttal. Ebből egy 22x42 méteres pálya valósulhatott meg. A készméret viszont 32x47 méter lett. A különbözetet az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. Ezzel a több mint 12 millió forinttal összesen 42 millió forintos beruházás valósulhatott meg. Igény volt rá, hiszen az egyesület kosárlabda szakosztálya, kézlabda szakosztálya már edzeni sem nagyon tudott rajta. Akinek épült egész Fűzfő lakossága, iskolások, diákok, középiskolások, felnőttek, sportolók, ide látogatók, nyilván ennek a használati rendjét majd ki kell alakítani, de szívesen látjuk minden sportszeretőt, aki sportolni kíván, hiszen a sport egy nagyon fontos eszköze az egészség megőrzésének. A többfunkciós pálya átadóján jelen volt az MLS részéről Gellei Imre, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya, aki elmondása szerint hazaérkezett Fűzfőre, hiszen 3 évig a helyi klub játékosa volt. Mint mondta, az MLS továbbra is támogatja az ilyen jellegű projekteket. Ezek mind, hogy úgy mondjam, új grundok, és a modern kor kihívásainak ezek a pályák tökéletesen megfelelnek. Vannak olyan helyek, ahol dühöngővel együtt lehetnek palánkra is játszani, de ez egy multifunkcionális pálya, tehát itt kosárlabda, kézlabda és labdarúgás is szerepelhet. A szalagátvágás után Laposa Norbert plébános szentelte fel a pályát, majd barátságos mérkőzésen mérettette meg magát Alsóörs és Balatonfűzfő önkormányzati csapata. Az izgalmas mérkőzésen a vendégek 1-0-ra győztek. Ezután a kosarasok vették birtokukba a pályát, hiszen az új borítás lehetővé tette a nagymúltú, a 60-as években indult Balaton Kupa újraélesztését. 2014 óta ez a harmadik szenior Balaton Kupa. 2014-ben és 2015-ben sikerült újraéleszteni ezt a rendezvénysorozatot. Azt követően a pályaromló állapota miatt ezt nem lehetett megrendezni, és nagy örömünkre szolgált, hogy idén az önkormányzat hathatós segítségével ez a pálya megújult. Egy gyors, rapid szervezés következett, és meglepő módon 11 csapat fogadta el az invitálásunkat, úgyhogy ma este ennyien fognak itt kosarazni újra, és reméljük, hogy így, hogy ez a pálya ilyen gyönyörűen megépült, most már hagyományt teremthetünk, és minden évben megrendezhetjük ezt a tornát. A 11 csapat junior és senior játékosai késő éjszakában nyúlóan pattogtatták a labdát. Az önkormányzat elképzeléseiben szerepel a sportkomplexum további fejlesztése. Utat javítanának, térfigyelő kamerákat szerelnének fel, megújítanák a lelátókat is, és nem utolsó sorban az uszoda mögötti területen egy szálloda építése is tervben van.